És mi van a találkozásokkal? Látod, hogy mindenben ütt a fű? De Mary Johnson, van egy óra pihenünk. Az jó. Most menjetek halkan, és egy órán keresztül szedjétek a füvet. Mary Johnson, én személyesen nem fogok semmit csinálni. Azt a de bolond! Most veszekedés lesz. Ha elkezdődik a verekedés, elszökünk! Haverok, ha ismét szeretnétek látni a bombát a csatornánkon, akkor gyűjtsünk össze 100 000 lájkot. Ez menő! Igen, igen, én nem erre születtem. Kíváncsi vagyok, hogy ki szülte meg. Szeretnétek hallani egy vicces sztorit? Ennyi volt. Készüljetek fel a nukleáris robbanásra. Nem akarok. Ha nem szeretnél dolgozni, akkor pihetsz. Mi van? Lehet így is? Nem értettem. Miért? Van egy órátok, aztán visszajövök. Bomba, miért nem kiabált rád? Hát ez hosszú történet. Majd később elmesélem. Megyek lefeküdni. Ha készen vagytok, akkor gyertek. Nagyon fáj a hátam. Az én kezeim pedig tiszta sebek. Nem akar lejönni a kosz. Elkaphatom a zsepidet? Én is. Bomba, szóval mondd el, hogy Mary Johnson miért nem szidott le? Ó, el szeretném mondani nektek, de muszáj valamit elintéznem. Nekem is majd nem kell. Megmondanátok, hogy hol a mosdó? Hát mindenfelé! A bokor szabad! Képzeljétek el, mit láttam, amíg visültem! Őszintén még akkor is félek, ha csak rágondolok, hogy mit fogsz mondani. Nem az! Láttam bombát és Mary Johnson suttogni a ház mögött! Halkan jönnek! És mit kellett elintézni? Csak sétáltam egyet. Hol sétáltál? Sehol, az utat követtem. Találkoztál valakivel útközben? Esetleg Mary Johnsonnal? Nem, egyedül voltam. Teljesen egyedül? Igen, abszolút. Csinálok egy selfie-t, gyönyörű homokot találtam ott. Láttátok? Hazudik! Tuti, hogy rejteget valamit. Lehet, hogy csak beképzeled. A saját szememmel láttam. Követnünk kell. Miért követtek? Nem, csak sétálunk. Csoportosan? Igen, mi haverok vagyunk. Mindent együtt csinálunk. Ebben van valami rossz? Csak azt hittem, hogy követtek. Miért tennénk el? Szerinted nincs okosabb dolgunk? Mondtam, hogy azonnal rá fog jönni. Rossz ötlete Fay volt. Igen, hogy csoportosan kövessük. Amikor nem hisztek nekem, úgyis mindjárt meglátjátok. Az a lényeg, hogy nem láttunk semmit. Szét kell válni, csinálni egy fotót vagy videót. Mindenkinek itt a telója? Miért lógtok ezeken a telefonokon mindig? A telefonok gonoszak. Elveszem a telefonjaitokat egy hétre. Csak a lányokkal való kommunikáció lesz megengedve. Bomba, gyerünk! Gyerünk! Ó, Mary Johnson, látja, nekem van egy fotóm önről. Kíváncsi vagyok, hogy ki ez itt önnek. Ak, bomba, használd a telód még egy nap, és holnap visszaadod. Ó, még 3 fotót találtam, amin szerepel. Oké, még 2 nap, és akkor tényleg visszaadod. 3 nap, 3 fotó. Oké,
3. Mary Johnson, neki miért van telója? Mert nem függ tőle, ti pedig telefonmániákusok vagytok. Egész nap a telóját nyomkodjátok. Ma egész nap a füvet nyomkodtuk. Ha vitatkoztok, akkor meg fogjátok ismételni. Szerintem zsarolja Mary Johnsont. Emlékeztek, hogy valami fotókat említett? Segítenünk kell Mary Johnsonnak, és meg kell szabadulni a fotóktól. Miért szabadulnánk meg egy ilyen kompromittáló bizonyítéktól? Először meg kell néznünk a fotókat, lehet, hogy hasznosak. Bomba, gyerünk, beszélnünk kell a komolyan. Fenébe, szintén tőlük követeli a kaját ezekért a fotókért. Ez már zsarolásra hasonlít. És mi ez a cukiság? Így még Júliát sem ölelte meg 10-5-ösért. Közelebb kell mennünk, hogy halljuk, miről beszélnek. Ez a legnapsütésesebb hely. Álljatok be a térbe és munkára fel. Például matek. Gyerünk, bomba, te is. Szintén bomba. Lehet, hogy telefonokat kell neki keresni. Gyerünk! Hadd fogadjon Kate egy vegni kenyérbe. Kate, hozd meg a kinézetét! Te mondtad, hogy dobjam el a telefonját! Ellen kért, hogy osszuk meg a kinézetét! Én? Rossz azt kérte, hogy fogadjunk egy vegni kenyérbe. De hát egy telefont kell keresnünk. Nem vagytok normálisak. Ide tudnád adni a telód, el kéne intéznem egy hívást. Elromlott. Oh, közi már nem kell. Kinek kell még teló? Nem. És nektek sem kell a kinézet feknivel. És most hogyan tudjuk meg, hogy mi történik Bomba és Mary Johnson között? Vegyük el Mary Johnson telefonját. Hogy eltöröljük? Az én hívám, hogy ilyen süketek vagytok? Nem vagyunk süketek. Akkor buták vagytok. Ne feledjétek el a célokat! Hát hol van rossz? Mehetünk? Van célunk. Ne aggódjatok miattam! Majd utolérlek benneteket! Nem, nem fog itt maradni. De én itt maradok. Nem maradsz itt, ha mondom. Nem értem, továbbra sem enged be a házba, de úgy megy be ebbe a házba, mintha az övé lenne. Én nem megyek sehova, nekem itt tetszik. Miért tennék neked szíveséget? Olyan leszel, mint mindenki más. Nem, vagy elfelejtette? Hogy felejtsem el, ha nem hagyod abba az emlékeztetést? Ez az utolsó napod, hogy viselkedsz? Nem lehet így viselkedni. Nem megyek. Fogok szívességeket tenni. Olyannak kell lenned, mint mindenki. Én is bent szeretnék lakni a házban. Szóval, látjátok, vitatkoznak. Bomba tényleg zsarolja Mary Johnsont. Segítenünk kell neki. Nem értem, kinek? Oké, menjünk, majd megfedjük. A mai napon kirúglak a táborból. Nem megyek sehova, itt vannak a barátaim. Ha? Még csak nem is beszélsz velük. Nem az én hibám, hogy ilyen furák. Eltörték a telómat. Ezek a legjobbak. Tényleg itt az idő, hogy eltörjem a telómat. Ennyi volt, anya. Itt maradok is kész. Anya! Mary
Johnson miért nem mondta azonnal, hogy Bomba az ön lánya? És miért talált ki neki ilyen fura nevet? Igazából Tiffany a neve. Bombának. Nem mondtam el, mert nem akartam, hogy kivételezve legyen vele. Nem kellenek a kívánságai, tessék a telom, nekem itt tetszik. Ennyi, Mary Johnson, most már semmit sem kell rejtegetni. Bombának tetszik itt, meg a többieknek is. Ó, hív a mama. Mama, szia! Vele tengerre? Megbeszélve, itt teljes káosz van. Hát, ez nagyon szórakoztató volt. Szeretlek titeket. Hello, hello! Puszi! Mi történt? Én ott álltam. Látjátok, látjátok, ő! Még egyszer. Bocsánat.